Üdvözlök mindenki! Igen, ismét Darkseid. Hello, Adam! Mai témámban kicsit visszatérek a ninjitsura. Szegény, már hanyagoltam egy ideje. De most szeretnék arról beszélni. Érdekes, és ez egy apropó miatt, egy YouTube, azt hiszem hozzászólás miatt egy másik harcművésszel beszélgettünk. A ninjitsu videómhoz azt hiszem hozzászólt, és ott elbeszélgettünk erről, hogy melyik a jó, vagy melyik a hatásos harcművészet, és azt hiszem, hogy ő a Kálit, a Fülöp-szigeteit mondta. Szerintem ez az egyik legjobb, és megindokolta, hogy miért, és valóban én is azt láttam, hogy ugye a Kálit jellemzi a karambit, azt hiszem, hogy a két egykezes bot használata, és azt hiszem, elég felkapott le mostanában is, és mondta, hogy elég negatív tapasztalata volt a ninjitsuval kapcsolatban, nem maga a technika, illetve maga a harcművészettel, hanem inkább a tanárokkal. És ez vajon valóban sajnos így volt, és ez ahogy gondoltam régebben, sokkal hamarabb bekövetkezett, hogy igenis megjelentek és vannak koklerek, akik nem is biztos inkább koklerek, hanem azt mondanám, hogy nagy arcú emberek, akik elfelejtették úgymond a lázatot megtanulni, amit nekünk folyamatosan, hála Istennek, a szenszeim mindig mond, hogy ezt meg kell tanulni. Ha nem tanulod meg, akkor földhöz basznak úgy, hogy megtanulod előbb-utóbb. Tehát vagy a könnyebb, vagy a nehezebb módon tanulod meg, és ezt szerintem meg kell tanulni, mert ezzel tanulsz türelmet, ezzel tanulod meg azt, hogy igenis néha fájdalommal jár, a nehezebb utat kell választani, és ez nem a ninjitsu, vagy bármilyen más harcművészet, nem az a jár, hogy befizettem, aztán megkapom az övet, mert vannak ilyenek is, persze. De az nem valóságos egyelőre még. Tehát a legbrutálisabb, amit láttam ilyenben, és ha megnézitek, azt hiszem föl is van előttem, és nagyon nagy botrány, vagy nem is tudom, mi lett belőle, vagy inkább röhögés tárgya volt, hogy valami kímester, vagy mi a franc volt, aki láttam videókat róla a tanítványa is, hogy szó szerint az a ütés nélküli technika, hogy így dobálta el a izéket, és előtte estek el, és teljes úgy nézett ki, mintha egy hollywoodi filmet néztem volna a Matrixból, ahol Neo így pöcköli el a izéket, és ez röhelyesnek tűnt már az első pillanatra, és a legtöbb ember, aki volt, az tényleg röhelyesnek gondolta, hogy ez most komoly. És a csávó annyira magabiztos volt a dolgában, hogy kihívott bárkit, és azt hiszem valami 15 ezer vagy 50 ezer, nem tudom pontosan, de valami hatalmas pénzdíjat küzdött ki arra, hogyha valaki leveri. És egy MMA-s, egy igazi kemény harcos, kb. 30 másodperc alatt, de csak azért, mert a lefújás, a beintés a bírónak, meg ilyenek, ez kb. 15-öt elvett, így egy ütésre kb. Leütötte, vagy kettővel kb. A nagy mestert. És meglepődött, hogy hol vérzik. Hát, igen, ez meg ha megütnek akkor, meg közelről, meg olyan, aki mondjuk egész életében harcművészet tanult, és komolyan, és üt, megütnek. És gyakorlatilag védeni nem tudott. Tehát tényleg, nem is tudom, talán a világ legrövidebb harcát láttam, hogy kész, ennyi volt, és a csávó elterült, mint a szar. Ilyen gyorsan még szerintem senki nem keresett 15 vagy 50 ezer dollárt, nem tudom most pontosan mennyi volt, de hatalmas volt a tét. Tehát ez is ez a és az a baj, hogy a tanítványom meg úgyis sosem merik, mindig ez van benne, sosem merik megütni a mestert, hogy és akkor elvágódnak neki, tehát ez ilyen... Na mindegy, visszatérve a ninjitsura, sajnos itt is vannak olyanok, akik, és igazság szerint érdekes módon az én szenszeim is abban a kategóriába tartozik, aki nincs olyan sok danja, tehát nem mondhatja el azt, hogy 125 danos, mit tudom én, mester, Sihán vagy azt tudja micsoda, hanem van neki két danja, mégis többen járnak hozzá, sok esetben jobban ismerik és jobban bíznak benne, mint akár a 15 tanosban, és ilyen ninjitsu összejöveteleken, amit a Bujinkan szokott szállni, nem is nagyon mondta, én úgy tudtam meg a klánból is, hogy nem is nagyon szerették, mert ő kérdezett. Baromi agresszív dolog, nem? Tehát ő kérdezett, hogy ez miért jó így, és nagyon sokan szerintem nem tudtak válaszolni rá, tehát azért, mert mit tudom én mondjuk, azt mondták, hogy Hatsung Sensei itt tanította. Miért? Nem tudtak rá választani, mert itt tanította. Na most ez a tipikus hülye hozzáállás, és hála Istennek nálunk is az van, hogy nyugodtan kérdezzél, mondjál, módosítsál, és nagyon sok esetben volt például nálam is, és ezért tartom ezt a fajta ninjitsut, mert itt Ádám keverte a hagyományosat egy kicsit az utcaival, tehát modern időkkel. Tehát a ninjitsu az ugyanúgy fejlődik, változás, tehát ez benne van, és aki nem változtat, tehát egy ezer év után azért már a fegyverek is egy kicsit változtak, picit, és nem lehet ugyanabban megragadni. Hatsumi Sensei is ezt mondja, tehát volt egy régi mondás a Hatsumi Senseinek, mert ugye kérdezték, hogy miért ad ki mindig ennyi övet, meg miért pénzé, meg megváltam, és azt mondta, hogy ninjitsu mindenkinek megadja, amire vágyik. Ha valaki övre vágyik, rangra, azt adja meg. Ha valaki tudásra és harcművészetre és az igazi módszerre vágyik, vagy a mélyebb tudásra, akkor azt adja meg.
különbözőek a céljaim, különbözőek vagyunk. Nem lehet mindenkinek ugyanaz, hogy te is Rambo leszel, te is. Te 110 centi vagy és 20 kiló, de te is Rambo leszel. Tehát nem lehet így megadni mindenkinek, nem lehet ugyanaz a célja. Valaki esetleg megélni akar, valaki a tudást akarja továbbadni, valaki harcosokat akar képezni, tehát mindenkinek másra való, valaki csak szép mozdulatokat, koreográfiát akar belőle csinálni, ami szintén ez is már egy művészi része, de ne keverjük össze, tehát egy kalap alá nem lehet venni az összeset, hogy ez harcművészet, meg izé, ahhoz nagyon sokat kell tanulni, hogy ez mindaz legyen, meg ez kikísérletez, meg az, mindegy. És én is azt csinálom, és azt vettem észre magamon, én akarom, én voltam ugye az első úgymond online ninja a tanáromnál, ez is egy próba volt, és sokan nézték, az érdekes volt, sokan, de nekem volt egyedül kitartás, miután elmentem, csinálom, edzőire elmentem, a Falkába járok, stb. Nem tudok sajnos olyan gyakran, mert én azt hiszem 120-130 kilométerrel vagyok tőle, tehát mire fölérnék, már vége van az edzésnek, és ez az elég komoly összegekbe kerül, meg teleportálni még sajnos nem tudok, pedig dolgozom rajta, passza meg, de hát Ádám még nem mondta, hogy kell. Viszont amikor vannak ilyen hétvégék, arra igyekszek elmenni, mert érdekel, és meg akarom csinálni, és a fegyvereseknél ugye tanultunk nyilván egy pár fajtát, ahogy haladunk vele. De én elkezdtem például ugyanúgy a, majdnem azt mondtam, hogy Sai, de nem, hanem a kámákkal, tehát a kaszákkal is gyakorolni azokat a mozdulatokat, amiket már tudtam, és néztem, hogy ezekkel, a fegyverekkel meg lehet-e azokat csinálni, és meg lehet. Nyilván volt egy benne a kuszarigámában, ahol lánccal van, ott is próbálkoztam vele. Kicsit veszélyes volt, mert ugye igazi lánccal csináltam, hogy élethű legyen, nem tudtam sajnos olyat szerezni, amely nem olyan volt, de mindegy. És azzal is próbálkoztam, és érzem, hogy jó, és hogy próbálom, és hogy csiszolom, és meg, a lényeg az, hogy meg akarom tanulni. Ennyi. Tehát ezzel le is zárva, és akkor bárhogy meg lehet tanulni. Nyilván néha föl kell járni, illetve a szenszájhez is el kell menni, hiszen ő az, aki megmondja, hogy milyen mozdulatot rosszul csinálsz, hogy állsz, stb., mert te magadat nem mindig látod, még akár ha tükör előtt vagy is. Na most itt a srác, akivel beszéltem, azt mondta, hogy nagyon sok esetben ilyen nagyon híres alakokkal, nincs szóval Magyarországon hangsúlyozom, alakokkal akadt össze, elkezdtek beszélgetni, és már ilyen kis csicska, tehát hogyha már mind kritikus dolgot mert mondani róla, kérdezni, vagy bármi, már csicska, hülye, bújj, fasz, mutogod, gyere ide, megverlek. Ez egy harcművész mesterhez, senseihez, Sihához, ez rohadtul nem illik. Tehát ez a mai életben se fogadjuk el senkit, ez ugye kigyúrt kopasz ogrékra vonatkozik, aki mit akarsz? Tehát ez nem illik egy tanár. Hogy akar diákot szerezni, vagy megtartani magának, hogyha így, ilyen ellenséges vele, hogyha egy rohadt kérdés nem enged meg neki, mit kell csinálni, csak fizess be a tagságot, az szarni rá. Nem, ez nem lehet, és én meg is lepődtem, de ez megint nem a harcművészet hibája, hanem ez a személyiség, tehát az embernek hibája. Ha ilyen ember tanulja meg, inkább az van, hogy akkor vagizzon, de ne tanítson. Én azt mondanám. Tehát ez ilyen típusúra, mert nem jó, egyszerűen nem jó a légkör. Nem, jó szokott lenni a légkör, ha nem is vagyunk olyan sokan, de ismerjük egymást, haverok vagyunk, tudjuk, hogy mi van, segítjük egymást. Tehát sokkal másabb a légkör, és sokkal könnyebb. És ez nem azt jelenti, hogy akkor mi simi-simi, és lófasz, ha valaki azt meri csinálni, mert emlékszem, volt egy-kettő, aki tökölni merészett, tehát idézőjelben benne volt ez a félsz, ugye, hogy nem szabad ütni, meg nem szabad erősen, meg izél meg, és ez különleg természetesen az ujjakban van benne, mert egyszerűen nem szoktuk meg, mindenütt az, hogy nem szabad, nem üsd meg, még csak rá sem nézél, beperellek, meghalsz, megdöglesz, becsukatlak. Röviden. Amerikában az még durvább. De itt nem. Itt ha ilyen simi-simi vagy, akkor tökölrúgnak, lebasznak a földre, megtaposnak, hogy érez, hogy és ezt hangsúlyozom, ez még csak a finom módszer, tehát ez még az utcához képest, amikor mondjuk úgy hazajöttem én, és mindig emlékszem rá, ilyen zöld foltokkal, meg ilyenekkel, mindig kérdezték, te hol a faszba jártál, mi történt, megfeltek, nem támadtak, mondom, mi, hogy, de ez is rövök, mondom, miről beszél, kiseszálltam a kocsiból, mi, hát akkor miért nézek ki? Hát mondom, mert edzettünk, hát ez a lényeg, és ezek még csak barátütések voltak, de nagyon sok esetben Ádámnál is így van. És ez szerintem jó, és tehát először félelmetes volt, de tetszik az, hogy megmutatja, tehát most mondok valamit, van itt egy pont, amit ha megnyomsz, akkor ez kurvára fáj, de ha én nyomom, nem, tehát találgatok, hogy így, ez a baj, hogyha te így, meg így mutatják meg, akkor te is így fogod használni, és a másik megnézi, hogy mi a fasz simogatsz, és így leütnek a picsába. Nem, megmutatta nekünk, sár, mindenkihez, hangsúlyozom, mindenkihez oda ment, hogy érezd, megvan, beszartál, leestél oda, de érezted, hogy mi van. Utána ne aggódj, mindenki így csinálta. Semmi nem volt, nem volt olyan, hogy akkor most izé. És nagyon sok esetben volt úgy, néha én is elcseszem, hogy ha ütünk,
és mondjuk csinálnak ilyen próbákat, tehát hogy az a feladat, hogy csak simán üssél. És nagyon sok esetben, ez érdekes az edzések, amikor ütnek, így megállnak. És ez szar. Tehát ez nem van, mert megszokott, és akkor nem mered megütni a másikat. Itt, és nagyon sok esetben volt, hogy megálltunk, és én is, és így mondtam, hogy ez nem ütés, üssél, mert rendesed. De ez nem azt jelenti, hogy fogod magad és kiütöd a fogamat, hanem fogod és elfordítod például. Tehát ezeket gyakoroljuk, mert ezek a rossz szokások, ezek bennünk vannak, hogy nem szabad, ez olyan, mint a kést, félünk, mint az állat, úristen, kés, megmondta, még anyánk, nem tudom, 100 évvel ezelőtt, hogy nem szabad rossz ember, teszed le, köcsög. És akkor ezeket a dolgokat meg kell szokni, igenis el kell fordítani a fejét, igenis hozzá kell érni, igenis meg kell rúgnod, és ezt mi így tanuljuk, ezért van kék foltunk. Persze, és ha letesszük a földre, az nem lehet úgy, hogy letettem. Nem, megfogod, kigáncsolod, tír, de természetesen közben viáljál. Tehát nem úgy, hogy most akkor a térdedre, a gerincedre, és akkor ketté töröd, és jól sikerült. Hát ja, mert ő már nem tud fölkelni, de meg még ott vagy, de utána jön az edző, és ugyanezt csinálja veled. Há! Tehát azért nálunk, hála Istennek is, hogy láttam, nem járnak ilyen nagy arcú alkok, mert azokat gyorsan lerendezik. Tehát ilyen egyszerű. Tehát mindig van egy erősebb. Az a lényeg ebben. És ezért mondom azt, hogy ez a fajta, és hangsúlyozom, szerencsésnek mondom magam, hogy ilyet találtam. Tehát nagyon kevés edző van ezek szerint, vagy tanár, vagy sensei, ki hogy nevezi, aki tényleg jól tanít. És itt az a fontos, hogy tehát így gyakorolt, nem laboratív körülmények között. Nagyon sokszor volt az, hogy többre kellett figyelni, másra kellett figyelni. Közben forgatnod kellett a fejedet, nem egy emberre. Gyakoroltuk életbe, tehát letettek, meg ezért kell tanulni például az eséseket is, hogy tényleg, és ez ugye hétköznapokban simán elesel, akkor is tudod használni, hogy nem ütöd el. Én is akárhányszor estem, most már betanom, gyakorlok, és nem kell nekem oda idézőjelben itt a tatami, vagy ilyen ugrásoknál, mert én úgy gyakorlom, hogy tényleg betonolni, mert kint is az van. Jó a légkör, tehát az sem árt, hogy szívesen mész oda, úgyhogy faszom, már megint edzés lesz. És most elfelejtettem valószínűleg a harmadikat vagy a negyediket, amit akartam mondani. Ja, és ugye reális dolgokat tanulsz, és ugye mindig változtatni lehet. Ádám is elmondta, hogy nagyon sok olyan dolog volt, amire hát 10-12, nem tudom hány éve, lehet, hogy már több éve ninja tudik, és több év után jött rá, amit nekünk hála Istennek már elmondott, de nekem is elmondta, hogy nagyon sokáig neki nem mondták el. És ha elmondták volna, akkor lehet, hogy már nem 2 dalos, 6 vagy 12 dalos lenne, de akkor is idő volt, mert nagyon sokan nem mondták el. És őnek is sok tanár volt, sok dolog volt, és egy-kettő volt, mondta, ami tényleg olyan volt, hogy akkor ez újat tanult, és jár hozzá, és és stb. Egy sajnos azt hiszem meg is volt. De tehát nagyon kevés tényleg azt mondja, jó tanár, tehát ezeket nagyon ki kell fogni. Na és ugye a kókrák mellett hogyan tudjuk ezt mondjuk megtanulni, vagy megtanulni, kiszűrni azt, hogy melyik a rossz tanár. Hát a rossz tanárnál nem tudsz kérdezni, az alap dolog. Tehát az, hogy kus, mit kérdeztél, nem? Mi? Hát mikor az edzés? Tudnod kéne. Kész. Második az, hogy elmagyarázza a technikákat. Tehát rendkívül fontos. Bocsánat, rosszul mondom, nem a technikákat, hanem azt, hogy ez az egész fasság, amit most csinálunk, miért történik. Miért csináljuk így az ütést? Miért tesszük ide a kezünket? Miért tesszük így a lábunkat? Miért állunk így? Hol a testsúly? Miért ott a testsúly? Miért nézel arra? Miért nem keringesz a szemeidbe, mint a bolygó hollandi? Miért nézel szét? Mert mondjuk onnan is jöhetnek ellenfelek. És utána miért állsz ugyanilyen állásba vissza? És ez amikor először megmutatják az ütést, tök egyszerű, meg tudod csinálni. De amikor elmondják, hogy mennyi minden van körbe, akkor utána várj, jegyzetelek. Mi, hogy? És ez csak egy sima ütés, vagy állás. És egy rengeteg, 5-6 dolog minimum van hozzá, ami apró dolgok, tényleg apró dolgok. De ha nem tudod, ugye az ördög a részletekben van, ha nem tudod, az utcán az életedbe kerülhet például olyan helyzetbe vagy. Tehát ezt tudnod kell. Ez lehet, hogy a jót meg a rossz harcost megkülönbözteti majd például. Úgyhogy ez rendkívül fontosak. Tehát elmagyarázzák. Lehet kérdezni, mit mondtam még, élesbe gyakoroljuk, jó a környezet, tehát szívesen jársz le belőle, és ez bármilyen gondot így meg tudjátok beszélni igazság szerint a szenszeljel, a többiekkel, segítíték egymást, nem az van, hogy most akkor én vagyok a legjobb, és mindenkit levereg, mint a szar. Nem. Vannak olyan emberek nálunk, akik több éve csinálják, ügyesebbek, jobbak, a jobb keze már, mi is van szenszej, szenpáj már például, ugye, és ők segítenek, és ugyanúgy oda mennek hozzád, ha kell, 100-szor is begyakoroltatják veled, mert nem mindenki olyan, valaki rossz. Nekem is voltak olyanok, amiket nehezen szoktam meg, de meg kell csinálni nagyon sokat, ja, és nagyon sokat ismétel, nem olyan, ezt megtanultok következő anyag, és a végén annyi összejön, hogy hol kezdtük, hol végeztük, mit csinálunk egyáltalán. Tehát ez se jó. Tehát ez számtalan volt, amikor én is úgy voltam, hogy
ezt már láttam, ezt már tudtam, és mindig volt valami új dolog, amit gyakoroltam. Az állás, és élesben mondom, más kipróbálni, mint amikor mondjuk otthon gyakorlod, egymagad gyakorlod, ellenféllel gyakorlod, és meglepő dolgokat tapasztaltam én is például. Az egyik ilyen tipikus volt, amikor egy, az ellenfelem azt hiszem, István volt? János? Nem tudom, most hirtelen mondom, rossz, hogy én magam elnézést, hogyha nézi. És ő egy elég nagy darab, az öt elemet gyakoroltuk, és a földet gyakoroltuk, na most ő egy ilyen 120-130 kilós földelem volt, és a feladat az volt, hogy ugye elütni nyilván. Na most én olyan 31 kilóval voltam, csak könnyen, és azt gondoltam, hogy én az ütésemmel nem, hogy eltolni nem bírom, bazd meg, hanem még meg sem mozdja, én fogom eltörni a kezemet benne. És ahhoz képest minden ütésemnél, amikor jól csináltam, akkor én láttam, hogy így hátra megy, és így tehát ilyeneket láttam. Azt hittem először, hogy szórakozik velem. Tehát, hogy ne viccelj már, bazd meg, hát nem is ütöttelek meg, csak toltalak rendesen, és mondtam, hogy tényleg fájt, azt mondja, igen, kicsit akartam is tényleg óvatosabban. Ugyanis maga a technika, még ha lassan is csináltam, de jól csinálta, és tényleg olyan mozdulata és az egész testsúlyom, ugye én sem vagyok kicsi. Én is azt hiszem 98 kiló vagyok, de amikor így test mozdulatai teljesen beleütt, és ez a gyomra volt, tehát még csak nem is olyan, azért beleütöttem így, úgy eltoltam a csávot, hogy ő is 2-3 lépéssel, és a szangszorítom, hogy lassan volt, tehát ugye gyakorlás, gyakoroltunk, 2-3 lépéssel hátra tántorodott magától az ütés erejétől, ami lassan, ez olyan, mint a Bruce Lee-nek az 5 incses vagy 10 incses ütés, amikor így üt. Tehát ez kerülbelül ilyen volt, csak így lassan ment. És így meg is lepődtem rajta, hogy ennek ilyen ereje van. Mi történik akkor, ha én izomból erősen megütöm? Lehet, hogy ki is fektetem, basztus, meg is lepődtem, és ez nálam egy jóval nagyobb emberről volt szó. Tehát képzeljétek el, hogyha valaki, és ő felkészült erre, hangsúlyozom, képzeljétek el, aki még nem is készült volna fel rá. Szerintem ott szarja össze magát, vagy kihányja a belét körülbelül. Egy csomó minden ilyet megtanulsz, és valószínűleg a Káli is ezért népszerű szerintem, hogy hasonlóképpen tanít, hasonlóan gyakorlatias dolgokat, és az nagyon fontos, hogy gyakorlatias dolgokat, mert itt is úgy vagyunk vele, hogy az ilyen szép, meg jó, meg megfélemlítő üdítések jók, de gyakorlatias hasznunk nincs. Tehát aki egy picit is benne van, az ilyen pörgő, meg forgó, meg sárkányrúgás, meg félfordulat, meg a tököm tudja, rengeteg olyan felületet hagysz magadon, ami támadható, és például egy ilyen tipikus ugye Van Damme-nak ez a pörgő rúgása, amikor így van, a legtöbb esetben olyan tetű lassú, hogy simán le tudod húzni a fejed, és alul, hogy tökön ütött például. Na azonnal nem kell föl többet, ha mondjuk így zombó megcsinálod. Jól néz ki a filmen, szép, jó, elhisszük, nagyon sokat kell gyakorolni rá, de gyakorlatilag használunk nincsen. Tehát a ninjutsuban sincsenek ilyen rúgások. Igazából csak ilyen kicsi, tömör, sarokkarú, ott marad a másik általában. Úgyhogy én ezért szeretem, és valószínűleg tartom, hogy akivel beszéltem, az sajnos nem ilyen tanárnál volt. És az a baj, különben az ilyenekkel, hogy elég egy rossz tanár, hogyha tételezzük fel, te mondjuk kezdő vagy. És akarsz valószínűleg, elmondja neked a haverod, hogy ez jó, 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 ő mondjuk ide jár, de van itt a közeledben esetleg egy közelebbi. Nyilván a közelebbibe akarnád, megnézed. Na most, ha ott egy ilyen tanár van, egy életre elveheti a kedvedet egy ilyentől. Ha ilyen, azt, ha az első órákon ilyen köcsögök veled, meg szarok, meg lenéznek, ki a francnak van ez szüksége? Elhagyod. És az a baj, hogy kategorizált, hogy ez egy fasság, ilyenek az emberek benne. Legtöbb mindenben így szokott lenni, hogy sajnos előítéleteink vannak, és jogosan, hiszen ott szarul voltak veled, de nem mindenki ilyen, ez ember válogatja, sajnos. És nekem, hála Istennek, szerencsém volt, hogy nem olyannak kerültem össze, ezért én szeretem, nekem beválik, én tudom használni. Valószínűleg így voltam a másik srácnak a Kálival, de ő sajnos pont egy ilyennel, és az a gond, hogy ahogy is mondjam, a ninjutsu imidzsét is rombolja az, hogy egy magasrangú mester így kezel egy tanítvány, tehát ez egyáltalán nem méltó hozzá, és na, szerintem az ilyennek nem is szabadna, hogy diákja legyen, mert ez egyszerűen nem méltó hozzá, és maga a ninjutsu imidzsét, maga a ninjutsu filozófiát is és lealacsonyítja sajnos olyan szintekre, ami nem akarunk leérni, ahol a kóklerek meg ilyenek vannak, és lehet, hogy tényleg jó tanár, és lehet, hogy jó, és lehet, hogy a hasznos dolgokat tanítanak, de egyszerűen a stílusa miatt nem akarnak, vagy nem szeretnének, nem jó hozzájárni. Biztos van ilyen ember mindenfajta küzdősportban, harcművészetben, sportban, aki egyszerűen
Ez a tipikus a tanároknál, hogy jaj Istenem, tanárnak tanul, de csak a tanár ne legyen, meg gyerekek közelében ne menjen, mert ú, bazd meg, ez mindenkit hidegel, drogosok lesznek miatt a piások, megnyomorítja az életét, és ez a tipikus tanár, tudjátok, aki minden után megkeseredett az élet, szar az élete, aztán itt éli ki a gyerekek, mert ők nem ugatnak vissza, mert nem tudnak ennyit. Tehát valószínűleg itt is van valami ilyesmi dolog. Nos, ennyit szerettem volna most hirtelen mondani, tehát Kárit is jónak tartom, lehet, hogy majd megnézem. A ninjitsut az nekem bejött, használom, gyakorlom, csinálom, járok rá, amikor természetesen időm, illetve lehetőségem engedi rá. Én ajánlom, én ugye Ádámot ajánlom, ez itt a reklám helye, emberek? Úgyhogy nyugodtan lehet kérdezni tőle, azt hiszem, hogyha egy hétre mentek hozzá, egy hétig ingyen van, tehát meg tudod nézni is, be tudod gyakorolni, hogy ez most neked bejön, nem jön. Volt, aki például, azt hiszem, hogy az edzői tréningen, talán az első, vagy másodikon? Elsőn azt hiszem, ugye egy hétvége volt, és az első nap után néztem, hogy hú, gyerekek, itt mind a kevesebben lennék. És volt, aki az első nap után azt mondta, hogy fú, ez nem, mert ütések, meg izé, meg fölrekedtem, meg fáj a kezem. Hát mondom, ja, nekünk is, csak mi megszoktuk. Tehát ennél csak sokkal súlyosabbak lesznek az utcán, ahol nem bánnak, ahol sörös üveggel, kukával, tankkal, robotzsarúval, terminátorral, minden lófasszal támadnak neked, amit van, és neked is ugyanezt kell tenned, mert kivéve. Ott nem fogja azt mondani, hogy jaj, majd párnát hozok, hogy ne fájjon, a lófasz, beletaposnak a betonba is, bazd meg. És nem is egy, hanem általában több ember. Úgyhogy ennél csak sokkal rosszabbak vannak, és ha ezt a kis kín nem bírod ki, kis fájdalmat, akkor valóban nem neked való, de az élet ennél sokkal nagyobb dolgokat tartogat, sokkal nagyobb kínokat, haláleset, házasság, adó, bank, banki hitelek ugye tipikusan, tehát ez sokkal több, ha ennyire nem bírsz ki, akkor mit akarsz az élettől? Tehát akkor nagyon hamar feladsz mindent. És nem azt mondom, hogy akkor most ezt csináld, ha nem jött be neked, ne csináld. Keres valami mást. Mert mozgás, valami biztos, hogy kell. Lehet, hogy te sportoló akarsz lenni, lehet, hogy te hosszú táv futó, de akkor ezt kitartóan csináld, vagy akkor csináld sokáig, tehát valami mozgás mindenképpen kell, és ezt magamon is látom, érzem is, hogy kell valami. De nem azt mondja, hogy ezt is kipróbálom, ezt is kipróbálom, ezt is kipróbálom, ezt is kipróbálom, és mindegyik szar, tehát soha nem te vagy a hibás, csak a tanár. Akkor már a te készülőkedben van a hiba. Ezt tudom mondani. Nos, remélem, hogy élveztétek, ha esetleg én Dojo-ról szeretnétek információt vagy bejelentkezni hozzá, akkor meg tudok adni számot, illetve címet hozzá, nyugodtan mehettek el, nem fogja Ádám lárakni a fejeteket. Ő Pesten van, tehát nyugodtan el tudtok járni hozzá. Azt tudom mondani, hogy érdemes kipróbálni, nőket is tanít, hangsúlyozom, tehát hölgyeket is tanít, külön kunoicsi tanfolyamok is vannak, van gyerekeknek is, aki a mozgását egy kicsit jobban tud. És őszintén megmondom, ezt nagyon hiányoltam, hogy ha ezt hamarabb tudom meg, hogy így kell gurulni, akkor az iskolában ezt a fasságot hagytam volna, őszintén, mert a fiamat is már kezdtem tanítani, hogy guruljon, mi lesz nem is a fejére, meg a gerincére, mert az az érdekes, hogy a gyerekeknek nincs meg az a reflexük, hogy amikor elesnek, akkor ugye az ember így fölkapja a fejét. A gyerekeknek nincs meg, ezért van az, hogy nagyon sok gyerek betöri a fejét, meg ilyenek. Vagy hogy hogyan gurul. Ugye a gyerekek gurulnak, másznak, mindent csinálnak, és általában sajnos betonon, illetve járólapokon is, amik kurva kemények, és az nem árt, hogyha nem azon kezd el vagánykodni, vagy utána viheted be mondjuk a sürgőségére. Nos, akkor ennyit szerettem volna mondani, remélem tetszett a videó, császtok!